Advent van, vasárnap már a negyedik adventi vasárnap, azt hiszem azt hívják aranyvasárnapnak, és azt szeretnénk, hogyha közösen, úgy virtuálisan, persze nem kell itt a sátorba gyűjtogatni, virtuálisan együtt a negyedik gyertyát meggyűjtanánk, és ehhez ad nekünk segítséget Hornai Tibor csodálatos szerzeménye. Úgyhogy 19:00 és gyűjtsünk egy gyertyát együtt, jó? Gyere, gyújtsunk egy gyertyát, és fogjuk meg egymás kezét. Ez a csillag most fontos, hisz rég volt már ilyen sötét. Rögtön átadnám a szót és a mikrofont, sziasztok, Vivinek, aki egy szép történetet mesél el, körülbelül 40-50 oldal hosszúságú, nem lesz hosszú, higgyetek. Nem. Tehát az egyik kedvenc dalunk, az enyém mindenképpen, Adam és Anna és Barta Tamás szerzeményem, melyben Adam és Anna jószerivel megjósolta Barta Tamás sorsát. Egyébként pedig az angyalokról szól, és az karácsonykor ugye helyén való, a Csavargók Angyala című dal jön. Ez a frappáns néhány mondattal,
elhúztuk az időt addig, amíg fölkerült a mandoli. A nyakamban. Arról nem beszélve, hogy a Csavargók Angyalát személyesen is ismerjük, ma azt hiszem nincs itt, de... De most jött az előtt. Hol van? Mutasd magad el. Ott van, fényárnyék van. A Csavargók Angyala, imádlak, Kata. Ünnepén, de belénk szorult egy pár dal, és azt azért szeretnék elénekelni. Lesz majd a Télaporról is egy dal, de erről szóljon a magáról, a Mikulásról, erről pedig Iván fog pár keresett szót mondani. Mégpedig a szerző előszavát próbálom idézni. Ezt mondta a szerző. Nemrég megkérdezte egy riporter, miért nem írok dalt a Mikulásról? Hát hisz nem sokára meghalok, és még nem írtam egy dalt a Mikulásról. Na de elhatároztam, hogy nem fogom azokat a kifejezéseket használni, mint mások, és nem fogom szídni, mert az ankönnyű. Tehát Dalácsani Róbert szerzeménye következik a Mikulásról. Figyelem, nyugalom megzavarására alkalmas. Emlékszel? Ezeket tartom. Thank you.
szükséges, megváltott, meg kell, hogy gyorsan elhúzs. A Mikulás felenni kell, nem végzett még senkivel. Hát őket kell hántani, sósak komártani, ennyit még megérteni. Mikulás után a sorban következik a Télapó. Sokan gondolják, hogy az egy is ugyanaz az ember, de most ki fog terülni, hogy nem. Nagy szeretettel mutatom be Kádár Attila barátunkat, akivel oly sok drámai és boldog percet is töltöttünk már együtt. Végre újra beköszöntött a kádári korszakunk. Kicseréld ezt a gitárra? Csak azért itt vagyok. Látjátok, milyen jó, hogy ide jött. Én leszek a herceg bírmásod, jó? Jó estét kívánok! Ilyen kicsit retettes a hangom. Mikuláshoz nagyon jó. Jó. Hát a hideg tél. Csináljuk, hogy ho-ho-ho-ho! Ho-ho-ho-ho-ho! Ha már karácsonynál tartunk, akkor elmondom, hogy ez a dal krisztusi korba lépett. Csináljuk így, jó? Lehet velem együtt, mert velünk együtt énekelni. Én fogok egyes szám első szemében énekelni, ő ugye egyes szám második szemében majd énekelnek rólam, és be lehet szállni. Én egy olyan télapó vagyok, aki távol van messzi tájakon jár. Én egy ilyen télapó vagyok. Jelképeink, mert már is itt van a hóember. Ez az egyetlen egy kivétel lesz, amit ma meg mindig angol nyelvre fogunk előadni. Erről Szilvának van egy olyan 20 perc, másfél órát tudnék 15 kötője, 16 másodperces mondata. Nagyon röviden egy angol animációs mondhatnánk rajzfilm, ami valamikor a nagyon régen keletkezett, és ennek a nevezzük így, hogy betétdala, de hát inkább úgy mondanám, hogy erről híresült el ez a rajzfilm is, a hóemberről. We're walking in the air.
Christmas love.